Szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Focus Fox vetítőjéből, a Magyar Mozi Mesterei című műsorunk legújabb adásában, amelynek vendége Cseralmi György, akit nagy szeretettel köszöntök. Kezdjük csókolom én is a nézőket. Arról szoktunk beszélgetni ebben a műsorban, hogy ki hogy jutott el odáig, hogy színész legyen, milyen hatások érték, kik azok, akiknek a legtöbbet köszönhet. Tehát a pálya kezdés, és aztán a főiskola, mesterek, ilyesmi. Jó messzire kell visszamenni, hát, nem azért ez mondom. Ez egy ilyen műsor, igen. Hát én vagy sportoló, vagy színész, ez a két lehetőség volt. Ugye édesanyám Debreceni Színházban, apám szintén ugyanott, tehát a színház adva volt, mint ilyen mindennapi közlekedési hely. A sportot megimádtam, én vívó voltam. Végül is az volt, hogy akkor a TFN elvitték az embereket katonának, a színművészeti nem, és akkor oda felvételiztem. Ez volt az egyetlen? Igen. Na, aztán, hogy megbántam később, vagy nem, az egy másik kérdés, de a dolognak mégis ez a lényeg, hogy nem kellett menni katonának. És akkor Békés András volt az osztályfőnöke, ugye? Igen. A főiskolán. Milyenek voltak a főiskolai évek? Szerette? Vegyes volt. Vegyes. Nagyon. Bizonyos órákat nagyon szerettem. Igen. Fővényné, Szőlősinné, az összes, csodálatosak voltak. Igen. Ezek fantasztikusak voltak. A Gáti tanár óráit nagyon szerettem, a beszédórákat. Pintér Tamás mozgás, tehát ez megint. A mesterségi órákra az nem annyira. Másfél elképzelésem volt, és persze hát annyira, hogy mondjam, annyira friss gyerek voltam, hogy az én elképzeléseim azok 70-edikek voltak a sorban, és hát én nem szerettem ezt a pogácsa szaggatást, ami ott megy, ugye egy massza kiszaggatjuk, aztán jönnek, megsütjük, mindegy férm, egy kicsit jobbra dől, balra dől, de mindegy, egyformák vagyunk. Aha, tehát kilógott a sorból. Hát ebből jobb, hát már hogy a sport az egy egészen más előítélet volt, és akkor a főiskolából előítélet. Szóval igen, a sport az egészen más felé lökdösött, tehát a dimenziók felé, hogy ott azért a színházban meg mindent azért, ahol... Ja, ez a lefúrt lábú színész, ez a nagy mondása, hogy az nem akart lenni, lefúrt, ugye? Ez, hát ez az saját már, az mondás. Már 75-ben volt, igen, mikor a Nemzetibe kerültem, akkor volt egy ilyen mondat, amire aztán, hogy mondjam, hát elkezdődött a boszorkány üldözése, nem örültek neki, de azért egy-két év múlva már mindenki tornacipőbe próbált meg be melegítőgatyába. Hát az nonsens volt, hogy az ember bement a Nemzeti Színházba, és akkor ott a színpadon ment a próba. Eltátottam a számat. Öltön, nyakkendő. Ugye akkor még a nejloningnek a nagy divatja volt. Kopogós, kemény talpú cipő, és mikor azt mondja, akció lesz itt valami, és akkor mindig azt mondta a színész az aktuális rendezőnek, hogy Tomikám, Pistikém, Baláskám, premierre hozom. Mit? És akkor persze ebből voltak konfliktusok. Mert és sok ott... konfliktus volt? Bocsánat, csak a főiskolán voltak egyébként konfliktusok? Tehát, hogy ilyen... Hát az végig arról szól, hogy akinek nem, az nem is igazi főiskolás. Szóval. Nem, hát persze, ott vannak mindenféle fiúk, lányok, és baromi jó, és sokfelé vagyunk, és sokféle egyéniség van. És nyilván hát ott azért vannak mindenféle érdekek, meg mindenki másfelől jön, és más képzel magáról, tehát a jövőjéről, meg a pillanatnyi helyzetéről. És az megteremti a konfliktus természetesen. És ott voltak barátságok már, amik kialakultak? Hogyne. Hát inkább azt mondom, hogy nagy vonzalmak. Most igen, a lányok felé is, meg hát azért elég szépek voltak, meg úgy rendben is van, ma is napig is szépek. Farkas Zsuzsa, ugye? Meg Farkas Zsuzsa, Mámori Zsolna, és hát a Mányai Zsuzsa, aki már nincs közöttünk. A barátságok meg ilyen alkalmi, ilyen összeverődött, de hát a Bódi Gabival ott barátkoztam össze. A Székelyen még nem, de ott is volt egy ilyen nagy szimpátia. A Székely Gáborra. A színházrendező Székely Gáborra beszélek, aki aztán sokunk pályáját később nagyon pontosan elirányította abba az irányba,
amerre kell. És mert ez elsősorban ugye filmes műsor. Így van. Tehát, hogy először a nagy ismertséget a Rózsa Sándor hozta meg, gondolom, az így országos van. Ismertséget. Igen, így van. És aztán mi volt az, amire szeretettel emlékszik még így a pályakezdés korából, hogy kiknek köszönhet sokat, vagy ki hát látta? Én a kaszkadőr múltamra emlékszem a legszívesebben, mert ugye én Lóától ismertem meg a filmszínészeket. Aha. És akkor onnét lehetett látni, hogy ki milyen. A Lóhától sokat lehet látni. És egyáltalán a mentalitásokat, ahogy, ahogy bizonyos napokhoz közelednek, hogy egyik nap ilyen, másik nap olyan, kiszámíthatatlan egy terep az egész, és akkor hogy az ember figyelte a rendezői, meg operatőri reakciókat, hogy az ügyeletes sztár éppen milyen állapotban van, vagy milyenben nincs, hogy működik ez az egész. Tehát onnét nagyon sokat lehetett tanulni. Uh-huh. És hát ott mindenek előtt a Pintér Tomi, tehát az alias Oroszlán, alias Pintér igen. Tamás, aki ezt a részt behatárolta, meghatározta. Jött a Rózsa Sándor, az hozott egy országos ismertséget valóban, olyannyira, hogy még mai napig is megkérdezik az utcát, de művész úr, hol a ló? ez oda köthető. Uh-huh. És aztán mindenféle mozik jöttek, főleg, hát elkezdődtek, ugye a Jancsónál is először kaszkadőrködtem, és aztán egyszer csak úgy bekerültem oda valahogy. És akkor vagy így elkezdődött ez a 30-40 éves kapcsolat. Uh-huh. Például Szerelmem Elektra az már egy abszolút... Igen, hát az volt az első szerep igen, egyébként, igen. Csak ott masírozgattam, meg lovagolgattam, még kérne a népben, meg igen, ezek, igen. Hát a koreiakban, ezekben, kornyító filmekben. És emlékszem, volt az Azonosítás című film. Azt imádtam, hogyha szabad ilyet mondani. Hát miért ne szabadna? Az egy abszolút főszerep volt már, tehát hogy az 75-ös, ha jól emlékszem. Nem tudom, 74, a Lugosi Laci rendezte, igen. és fú, azt nagyon lehetett szeretni, már olvasva is nagyon lehetett szeretni. Egy nagyon felkészült csapat csinálta ott, most nem akarok mindenkit orvaszájba dicsérni, dicséri őket a film, tehát az és akkor ugye ez rögtön nyert is ott valamit Nyugat-Berlinben, akkor még nem Berlináré volt, hanem Nyugat-Berlini Filmfesztivál volt, és arra emlékszem, hogy nagyon büszke voltam magamra, mert engem nem engedtek ki. Valami, nem tudom, milyen érdeket sért a kiutazása, állam érdeket sért a kiutazása. Ilyenkor mindig kiment az összes elvtárs, csak pont az nem ment hát ki. Hát meg a titkárnőik, igen. Ja, még az is. Hát végül is kell a pihenés, mert mindenkire ráfér, aztán hazajönnek ebbe az űrös hazába, hát mégis ott azért jókat lehet pihengetni a nyugat-berlini szállodákban. Mindegy, hát ez úgy rendben volt, de az azért hozzátartozik a történethez, hogy akkor kiderült, hogy a film nagyon jó helyzetben van, akkor egyszer csak reggel, én visszautaztam anyámhoz Debrecenbe arra az időre, hogy ne mérgelődjek Budapesten, és reggel valamikor hajnalban ottan csöngettek nagyon mi nálunk, a Batthyány utca 2-ben meg döngették az ajtót, és a szegény anyám, meg apám úgy kicsoszogtak meg. Hogy a rendőrség, na már megint mit csinál? És akkor mondták, hogy hát nem, itt van útlevél, menni kell Nyugat-Berlinbe. És akkor anyám jön, Gyuri, gyere! Mondom, menjenek ők, és ki sem mentem, úgyhogy ez így végződött a dolog, legközelebb már kiengedtek. És akkor utána már sorba jöttek a szerepek, tehát most tegnap összeírtam az összeset, már 2,5 oldalt írtam, hogy minden film egy sorba van. Volt néhány, igen, volt. És azt néztem, hogy inkább azt kéne kérdezni, hogy kivel nem dolgozott, tehát az összes nagy magyar rendezővel dolgozott, tehát hogy a Jancsóval nagyon, a Szabó Istvánnal nagyon, Bacsó Péterrel, Makkal, mindenkivel. Nem tudom. Sándor Pál, azt talán. Nem, voltam. Volt, melyikben? Itt járt Mátyás. Ja, itt járt Mátyás, de hát az nem, az valami tévéfilm volt. Tévésorozat volt, igen. Igen, ott döntött el a Pali, hogy velem többet nem dolgozik. Volt néhány igen. Vagy a Szomjas. Szomjas Gyurival nem dolgoztam. Na. Szinkronizáltam a Talpuk alatt fütyül a szélbe azt a fiút, akit én csak Miska Kancsónak hívtam. Valamiért őt választott a Gyuri. De hát ott eldől a szereposztás, ugye ez a rendező felelőssége. Uh-huh. És hát voltam én, meg őt választott, és én meg lettem a hangja. És ki az, akinek sokat köszönhet, kivel szeretett a legjobban dolgozni, vagy ez nem jó kérdés? Nem tudom, hogy ez a köszöngetés, ez egy... Jó, akkor hogy nem úgy értem, hát azért, mert azért
ezek azért nagyon okos emberek voltak. Igen. Tehát úgy itt nagyon rendezettek voltak, itt néha nem. És ebből a vitából származtak aztán a különböző bajaink. De a dolog lényege, hogy ők pontosan tudták, hogy ki kell nekik. Uh-huh. És nem is nagyon csináltak belőle titkot. És abban az időben, hát tekintettel főleg a sportmúltam, mert mindig azt mondják, hogy milyen baromi szerencsém volt. Nem volt szerencsém, mert ott is meg kellett dolgozni az eredményekkel. A Vermes Laci bácsinál meg a... aki egyébként a Fehér Tenyérnek is ilyen kimondatlan egyik szereplője, már a dialogok szintjén, a Vermes Laci bácsinál, meg a Fülöp Gyuszi bácsinál, ott dolgozni kellett, különben az emberből nem lett vívó. Uh-huh. Tehát ezt valahogy el kellett hozni, és akkor valahogy, ahogy mondja a német, überzeszt, átültetni valahogy ebbe az egészbe, a moziba, vagy, uh-huh. vagy a színházba. És erre én alkalmas voltam. Uh-huh. Ennek köszönhető sok minden. Fizikailag is alkalmas, állítólag szellemileg is alkalmas voltam, lelkileg feltétlenül. Uh-huh. Hát én ezt nagyon akartam, ezt a dolgot. És hát hozzá is mondjam, tanultam már olyan értelemben, hogy mindig ott lebzseltem a kamera körül, hogy ki mit csinál, hogy csinálja, nem tudom. Valahol hallgattam egy Páger interjút, hogy ebből ő egy sportot űzött, hogy mindent, optikát megtanult, és nem tudom. És rájöttem, hogy az öregnek milyen marhára igaza van. Nem kellett rájönni, mert kézenfekvő volt, plusz akkor még az volt, hogy a Kende Jancsi például azt mondta, hogy gyere Gyurka, az a te lámpád, meg az a te lámpád, ne kiesel a képből. Tehát, és akkor szépen, és akkor, hogy akkor, hogyha a svenkar hol tart, vagy az optika, hogy az a fél szemem mindig ott volt, tehát ott volt a periférikusban. És láttam, hogy most olyan közel, most ne ugráljak, most egy kicsit, igen, egy kicsit lazább, tehát hogy mekkora a plán tulajdonképpen az. És az ember ezt úgy hát magáévá teszi, de ilyen, és akkor abszolút ilyen otthonosan érzi magát, hogyha azt mondják, hogy tessék. És akkor már működik. Kendének sokat köszönök, a Ragály Jelemérnek is nagyon igen, sokat köszönök. Tehát operatőröknek. A színész, aki a rendezővel haverkodik, az hülye. Operatőrrel kell haverkodni, az ott a lényeg. Uh-huh. De hát mondjuk a Bódi Gáborral való kapcsolata azért az nagyon hát ez meghatározó. Egy barátság volt, a meló az egy ilyen ajándék, de az egy emberi, abszolút emberi szimpátia és barátság, ami kialakult köztünk, és tartott az ő életében, nálam még mindig tart, hogy igen, és akkor hát azon már csak a, hogy mondjam, haba tortán a film. Ugye hát csináltuk együtt annak idején az Amerikai Anzixot, az volt talán igen, hát az volt a diploma filmje, amire ugye nem adtak diplomát. Aha. És nem akarom nevesíteni a két embert, nagyszerű emberek, de hát, és akkor ugye Mannheimben megnyerte az egészet, az első filmesek fesztiválját, és akkor az egyik a másiknak azt mondta, hogy ne csináljunk magunkból hülyét, és úgy kapott aztán a Gábor diplomát. De ezek szerint ők küldték ki a fesztiválra a filmet, nem? Nem, azt kiválogatták. Nem. Kiválogatták. Az nem úgy volt. Aha. Volt néhány hely, ahol küldözgetni lehetett, aha, de itt válogatás volt, aha, igen. Törnagy úr, Verecki Ádám lovassági főadnagy, jelentkezem. Ön magyar, ön nem viselkedett gentleman módjára. Ki tetszett hallgatni egy olyan beszélgetést, amit nem idegen füleknek szántak? What do you want, lieutenant? Would you object to my coming with you? I have the general permission. Not at all. Captain, bring your men to attention. Then, and in what capacity are you going to come? You are not a cartographer. My unit commander will be Captain Burling. Just as an observer.
Do as you wish. És akkor ugye azért a Jancsó Miklós, aki... Hát igen. Nem, hát az azért van egy nagy tévedés, mi is nem voltunk barátok. Szóval akkora volt a korkülönbség, és hát az részemről a tisztelet, hogy az hogy mondjam, az, hogy barátság, azt én nem tudtam megúrogni azt a magasságot. Viszont volt ilyen munkakapcsolat, ami viszont nagyon jó volt. És hát erről már rengeteget beszéltem mindenféle interjúmban, szocializmusban éltünk, és akkor jött egy ember, aki azt mondta, nézzétek csak, ilyen a demokrácia. 3 hétig tartott, már addig forgatott. De lett róla egy alapvető képünk. Uh-huh. És hogy de jó lenne egy ilyen világban élni, Istenem. Ahol az ember számít, fontos, meghallgatják a véleményét, olykor meg is valósítják, köszönnek neki. Valami egészen fantasztikus volt. És akkor egyszer csak ennek vége van, és akkor megint vissza a szürke, igen, mentünk a 60-as évek alá az albérletekbe, és akkor megvártuk, hogy a mester mikor forgat megint, mert megint jó lenne egy kis demokrácia injekció. Hát erről volt szó. Csak nyugodtan. Ülj fel a lóra. Én akkor is megöllek. Innen nem tudsz elmenekülni, Egisztosz. Nem tudod, hogy egy népe csak a félelem köt a zsarnokhoz. És ha már nincs hatalma, a saját embere is elhagyják. És Fábri Zoltán milyen? Hát imádtam. Megint a tisztelet, szóval ez az imádat az elsősorban a filmjeinek szól. Tehát az a következetessége, hogy ő végigcsinált ezt az egészet. Ez a képzőművész szemlélet, amit ugyanakkor nem mond ellent a mozinak. Most megnéztem a Molnár Ferencet, a Pál utcai. És valami egészen csodálatos. Előtte a 2 félidő a pokolban, azt is megint mostanában láttam. Megint egy olyan film, amit nem lehet elfelejteni. Nem lehet. És hát most az 5. pecsétről ne beszéljünk, mert az emblematikus. Azt nem is értem, hogy azt hogy tudták kihagyni. És egy ideig azért a feledés az erősen rajta terpeszkedett, és akkor valaki végre valahára lefújt ezt az egész őrületet, ami olyan hálátlanságról beszélt a Fábri irányában, amit egyetlen szakma se engedhetne meg magának. Ilyen szintű mesterekkel szemben. De ki beszélt? Vagy most, hát most az nagyon, most nem akarok pletykálkodni, de hát az ő utolsó ideje azért, hogy mondjam, azzal telt, hogy eladta a képeit, és nem tudom, a szőnyegeit. Méltatlan volt az egész, és aztán a megítélése, nyilván valamiféle személyes viták, irigységek, a fene mik dúlnak a háttérbe, hát Fábri alig lehetett beszélni 10 évre. És akkor és ott az 5. pecsét, és én az Őze Lajos, az ember úgy marad egy életre. Tényleg úgy marad egy életre. Tehát egy ilyen, tehát az, nagyon nehéz azért szavakat találni erre, mert mai napig is itt lógnak a levegőben olyan példák, hogy ki miért lesz, micsoda. És ez egy indok. Ez egy alatpos indok, hogy ő megüti ezt a munkást, ott aki lóg, már az Őze figurája, és elindul oda, ami indokolja ezt a pofont. És van feloldás. Várjanak! Na csak. Kiderül, hogy akad maguk között egy rendes ember is.
Parancsoljon. Bátran, barátom, bátran túljut rajta, és már nyitjuk is az ajtót. Gyurica úr! Ez nem szabad. Menjen innen. Nem, nem szabad. Gyurica úr, nem szabad. Üss el ezt a marhát. Nem szabad. Gyurica úr, gratulálok, 1-0. Jöhet a másik, és vége az előadásnak. Nyolás! Nem húzzuk az időt! Ön derékember megérdemli, hogy szabad legyen. Macák! Nyissa az ajtót! Erre, barátom! Mindig legjobb a rövidebb út. Parancsolj! Meg van maga bolondulva? Tegye le a karját. Menjen rendesen. Hogy? Na, eresze le a karját. Vissza akar menni? Nem. Akkor tűnjön el innen. Igen. És Szabó István? Vele forgattuk ugye a Mephistót, igen. Meg a Hanuszen. Azt hiszem én ezt a kettőt forgattam. Igen, én is úgy emlékszem, igen. Hát az ott ilyen nagy durranás volt, mert ugye mentünk vele Kámba, de ott a Vajdának kellett nyerni. Uh-huh. Azt hiszem, a Márványember nyert. Márványember, igen. Igen, az, mert igen, hogy igen. Akkor voltak ott a Gdanskban a megmozdulások, és aztán ott volt valami nemzetközi lelkiismert fullás, legalábbis én így ítélem meg, és akkor jó, hát akkor gyerünk a Szabónak az Oszkárt, mellesleg meg is érdemelte, úgyhogy igen, és akkor hát ez egy ilyen jó érzés volt egy Oszkár-díjas filmben benne lenni. Szeretnék önnel beszélni. Talán a szemembe akarja vágni, amit máskor a hátam mögött mondogat. Nem tudom, mire gondol. Hendrik Höfgen hullákon gázol át, vagy ilyesmi, talán nem így van. Nem tagadom, Höfgen úr, nem szerettem magát. Ki vele mit akar? Az aláírását, tekintélyét. Az aláírásomat? És mihez? Gázsi emelést kér? Vagy azért gyűjt aláírásokat, mert tűzrendészeti szempontból nem tartja a színházat eléggé biztonságosnak. Erkölcsi szempontból nem tartom elég biztonságosnak, ha már biztonságról beszélt, bár ez nem csak a színházra vonatkozik. És mi ellen tiltakozik? Egy a jogainkat semmibe vevő vezetés ellen. Maga tagja a náci pártnak. Hamburgban is az volt. Kilépek a pártból. Ez a maga dolga. Olvass el, Höfgen úr, a tiltakozásunkat, és kérem az egyetértését. Függetlenül a saját véleményemtől, ön ma Németország vezető színésze. Ide figyeljen, Miklasz, én el sem olvasom ezt a dolgot. És ajánlom, hogy ne sodorja bajba sem magát, se a többieket, érti? Miklasz, tűnjön el a pokolba. És akkor ki van még ilyen nagyon nagy név, Mak? Hát persze, hát az erkölcsös éjszaka. Erkölcsös éjszaka, igen, az egy ilyen,
Aztán volt a Magyar Requiem, és amikor után is forgattam velem valamit, egy elég felejthető... Igen, azt a korunk visszásságait föltárjuk. Igen, az egy kicsit... Tudjuk, azt a Charlie bácsi megörökölte valakitől. Aha, ezt például nem tudtam. De igen, akkor elment egy rendező, meghalt szegénykém, és akkor ott ment a duma, hogy ki mi, és nem tudom mi, és hát majd és akkor bevállalta, de aztán rájött, hogy a dialógok vállalhatatlanok, már az ő ízlésének, és akkor írt bele a Bereményi, írtam bele én, mindenki írt bele, aki arra járt. Hát nagy szerencsénk, hogy ott volt a Medvei Gabi még, és azért képileg ő megmentette ezt a filmet. Uh-huh. Ez az igazság. Uh-huh. Hát a Magyar Requiemet nagyon szerettük forgatni, tehát ez egy ilyen 56-os... Hát igen. Az a híres kép, amikor a Diana hercegnő ottan a forgatás... Ja, ki jött látogatni. Igen, de igen, az egy nagyon megrázó film volt, az is teljesen eltűnt pedig, mert nagyon jókor jött, mert az pont a rendszerváltáskor volt. Igen, és ezért haragudtak is rá. Ja, értem. Minden mögött ilyenek teljesen, vannak, ne keserítsenek. Nem tudom, ezek ilyen értelmetlen. Hát ott a háttérben most nem tudom, hogy mennyire tartozik ide, de mindig kilóg a politikának a lába ott valahogy. Vagy kiszaglik, vagy valami, de hát ott van. Na, és ezzel nincs mit kezdeni, ez most is így van, azelőtt is így volt, így is lesz mindig. De azért a film ezt túléli. Még ezt a mostani digitális marhaságot, ami most folyik, azt is túl fogja élni. Mehet, mutár? Jaj, doktor úr, csak el ne roncsa magát azzal a zsírossal. Ide tegye be nekem, Jenő. Nem kapsz. Jenő, nyugalom. Ízlik, doktor úr. Gyerekek, mi a fenét szerettek rajtam? Oly nagyon. Szép vagyok? Nem. Okos vagyok? Azt sem nem. Nem. Gazdag vagyok? Nem. Hát akkor meg mi a fenét esztek rajta? Eszni! Te! Vegye le a kabátja, doktor úr. Felvarom a gombját. És akkor még nagy nevekről, kiről nem beszéltünk, Bacsó Péterről. Há, igen. De ő bele csak később kezdett a 90-es években, ugye dolgozott? Én ezt soha nem számoltam. Ja, nem számolt. A Hambadóval. Igen, Sztálin mennyasszonya hát ott. Volt, hát azt nagyon szerettem. Hát különösen, hát a Júli ott az... Besti, igen. Az megint Oscar. Igen. Az, amit ott abban, meg a smink is valami egészen. Igen. De azt nagyon jó volt forgatni. Ott összeraktak egy falut ott valahol Kumpece környékén, és akkor... Kumpece? És akkor ott egy ilyen kis orosz falvacskát. Illúziókeltő volt. Uh-huh. Akarta maga paranya, és tágulj innen. Szép az uniform is, attól szédült meg. Kuss az egész mindenség, és oszolj! Állj fel. Itt a pénzed. Csinálod a hangulatot, Zorka? Nem csinálok semmit. Zorka, koszolj! Zorka, koszolj!
És akkor utána jött a hamvadó cigaretta vég, amit nagyon szerettem. Igen. És ott katonatisztet játszik. Hát az új Szászitában. Az új Szászit, aki egy nagyon érdekes figurája igen. volt. Egyébként eléggé utána néztem, mert szóval maga a Bacsó által megírt történet, vagy nem tudom, ki volt az írója, és a programatúr, szóval ott azért nagyon sok szinten hibázik. Szóval Karádi nem egy ilyen szerelmes típusú lányka volt, hanem hát azért ott erős vonzalma volt a saját neme irányában. És hát ez az új Szászi pedig hát egy ilyen nagyon kétlaki figura volt, majdnem egyértelmű pedig a szerepe, nem lehet tudni, hogy a Szovjetunióban halt meg, vagy ott tanított a Dzsezsinszki féle főiskolán később elhárítást, vagy pedig Bécsbe valahol. Nem. Szóval nem lehet, hát biztos valakik tudják, én nem. Aha. Szóval ennyire nem. Annyi volt, hogy a nagyapámmal volt valamilyen levelező viszonyban egy időben, de hát az hát ez mikor ez volt? Ez micsoda dolog, hogy azért az ember része a 42-43-ban volt az még, hát akkor én még terve se voltam véve. De azt is jó volt forgatni, mert megint azt tudom mondani, hogy az embert körülveszi egy szereposztás, és az kötelezi. Vagy az Andor Tomi, akit én nagyon szerettem mindig is. Nem, tényleg egy ilyen jó volt ránézni, és mindig olyan jó érzés volt vele találkozni, kezet fogni, megölelni, nem tudom. Egy nagy marha jóság. Tényleg ez nagy. És hát ugye, ahogy a Bacsó ezt az egész kérdést úgy közelítgette, és megpróbálta maga igazát megtalálni a történetbe, úgyhogy azért ne nagyon sértsen meg senkit, és egy nagyon kényes időszak. Megint a magyar történelmek egy ilyen, hát eléggé... Szóval méltóbban kéne körbejárni, most nem a filmről beszélve, uh-huh. hogy az méltatlan hozzá, az egész, ahogy ezt azért érdemesebb lenne úgy, hogy tényleg azért most már legyen a történelmünk része ez is, tehát ha gyalázat, akkor gyalázat, az is a miénk. Tehát azt valahogy, meg különben, ha kiveszi az ember, akkor lyukas az életre, és ha lyukas a történelm, ott leereszt az egész. Szóval ilyen értelemben ez egy hiánypótló film, és nagyon jó volt a Nagy Kálózival. Valamira féltem tőlem, hogy ilyen nagyon szép lány, és hát persze, hogy valamilyen távolságtartó jelenség, hát egy tünemény, na, hagyjuk az egész. Hát baromi, hogy így szembe dicsérhetem a televízión keresztül a nőciket, de hát megérdemlik, mert nagyszerű színésznők voltak. Nem tőlem, hát persze, de mindenkitől. Lugosi Lászlóval is volt még hát egy nagy, a Szirmok, Virágok, Koszorúk, az egy nagyon jelentős film. Ez megint egy ilyen hiánypótló volt. Tehát, hogy nem nagyon leverték a szabadságharcot, a forradalmat, leverték az egészet, és akkor mi van utána? Tudjuk, hogy az aradiak, nem tudom, de mi van, akik megmaradtak? És ugye hát egy kicsit úgy rémel a Széchenyi történetre, de ez egy valóságos figura volt, ez a Majláth Ferenc. Uh-huh. De hát úgyse tudunk semmi történelmi filmet, nem tudunk csinálni legfeljebb kosztümöset. Vagy úgy, mint a Jancsó csinálta a szegénynek, csinál egy fikciót, ami baromira rímel 56-ra. Szóval, na azért mondom, hogy ezek okos figurák, nem érdemes velük tréfálkozni, már olyan értelemben nagy újat húzni. Hogy, és akkor a Laciék is ezt úgy nagyon szépen, és megint az elemér. És megint a szereposztás. Tehát én nem nagyon szerettem ezeket a vegyes szereposztásokat, de itt mondjuk indokolt volt, hogy ott megjelent a Boguszláv Linda, meg a lengyel Grazina Szapolszka. Igen, és még az a remek cseh színész, aki a nagybácsit játszotta. Igen. Több filmet is forgattam vele, még kint is forgattam vele. Én teljesen hülye vagyok már, igen. Nagyon jó színész volt, nagyon, és jó partner volt, jó kollega volt. Ferenc. Itt magunk vagyunk. Nem hall minket senki. Nem akarsz nekem valamit mondani? Ugye csak játszol? Csak tetteped magad, igaz? Be akarsz mindenkit csapni. Mondj valamit. Adj valami jelet, hogy minden úgy van, mint régen. Könyörgök, adj valami jelet. Az Istenét, nyisd már ki a szád! Nem hallasz, Ferenc, miért csinálod ezt velünk?
Mariska, nagyon vigyázzatok magatokra. Az újságok tele vannak rémes hírekkel tűzvészekről. Az egész ország ég. Az éjszakák lángolnak, nem hagynak nyugodni. Nagyon vigyázzatok magatokra. András Ferencről nem beszéltünk még, pedig ő is hát egy igen, fontos ember. Ő pedig, ugye csináltuk mi a Dökkesejűt, igen, igen. Ami egy fontos azért film. Azért talán az a legikonikusabb. Nekem a Verjel Zördög a feleségét. Hát igen, de azt nagyon szerettem. Meg mi az, amit a Margita Jágival csinál, ide verek, oda verek, igen, én is így emlegettem, Vékijárusítás. Vékijárusítás, azt igen, nagyon igen, szerettem igen, azt igen, a filmet. Dökkesejűt nem szerettem annyira. Nem? Na erről meséljen. Nem, azért, egy. Hát ez egy ilyen, hogy mondjam, szép lélek a részemről. Tehát, ahol valaki kutyát öl, az nekem nem ember. Ja, értem. Aha. Ez nekem nem ember. Nem ütünk le nőt. Nem csapunk tarkon nőt. Szóval csupa olyan jogi cucc az egészben, hogy mindegyik a büntető törvénykönyvbe ütközik. Uh-huh. És jó, persze, igen. Értem én ezt az egészet, hogy valahogy kell lázadni a kor ellen. Ugyanakkor pedig hát nagyon sokan nagyon szeretik, tehát ez kétségtelen, bejárt az egész világot, és mit tudom én, már a Taxi Driverhez hasonlítgatták, a De Nirohoz, és nem tudom micsoda, de hát, és hát tényleg egy nagyon nagy karrierje volt a filmnek, tehát ez tagadhatatlan. Csak, hogy megjön. Jó napot kívánok, nem meghoztam a kis kutyát. Gyerünk most, kicsi kutyám, hát nem történt semmi, tessék itt a jutalom, tűnjön el. Csak ennyi? Hát ez kevés. Hát a másik felé is menjen már. Ez a magas jutalom. És hogy még a mai napig is, tehát hogy most nagyot ugrottam, csak különben soha nem, hát végigmegyünk az összes filmen, soha nem. És a Dömölki? Dömölki, jó, legyen Dömölki, tényleg Hajnali Háztetők, igen. Hát igen. Na, igen. Az nekem a legnagyobb fájdalom, az aztán tényleg el van felejtve. Aha. Pedig szerintem jó páros voltunk az Andorrai Péterrel. Uh-huh. És a Péter nagyon megérdemelni, hogy egy picit nézhessük ebbe a televízióba is őt, mert ugye nagyon korán ment el, és egy nagyon nagy filmszínész volt. Hát azért sok filmben benne van, ami megy nálunk. Igen, igen, igen. Én belőle minden mennyiséget képes vagyok fogyasztani, nagyon szerettem a Pétert. Uh-huh, uh-huh. Mindenféle, az egész mentalitását, ahogy az egészhez hozzáállt, és most nem a fegyelmezetlenség, azt is szerettem, hogy mer fegyelmezetlen lenni. Aha. Mindig akkor volt fegyelmezetlen, amikor annak kellett lenni. Ez nagyon furcsa egyébként, hogy az ember hogy terjednek el különböző dolgok, vagy, és akkor hogy egy kicsit megkapargatja, nem, és abban van valami igaz. Mindenféle történt az utóbbi 10 évben, amivel most nem menjünk bele, hogy mármint magánéletileg, meg minden. Persze, ez az én, ez az én igen, cuccom. De hogy attól még jelen van most is, mert hát legutóbb a Magasmentés című filmben, a Fésős Andrásnak a Magasmentés. Ezt is hagyjuk. Nem, az Andris nagyon rendes volt, mert fölhívott, megbeszéltük, mert ezt 30 évvel ezelőtt én játszottam volna. Aha, igen, igen. És kapott rá pénzt, aztán valakik visszavonták. Aha. És akkor ez az egész úgy beesett a kútba, ahogy mondják, és most egy ilyen gesztusként felajánlotta nekem ezt. Aha. És még meg is fizette, azért hogy nem kell itten szemérmeskedni. Aha. Igen, megfizette. És akkor az ember oda megy, forgat egy napot, és jól jár.
Uh-huh. Aztán, hogy a kritika mit ír róla, az egy másik dolog, az a szégyen része. Nagyon jó kritikát kaptam, hogy az valami ilyesmit, hogy a Cserholmi ezzel akart visszajönni, akkor nem sikerült. Marhára tetszett. Igen, meg Mundruconál is játszott. Ja, igen. Hát abból is az érdekes volt. Szóval ez a Jupiter holdja, igen. Ugye, és ott én forgattam egy főszerepet, aztán én bekerültem a Debrecenbe a kórházba, ottan szarakodtak velem, mindegy, és a Kornél leküldt el számítógépen, hogy nézzem meg, és így néztem, és aztán hívott, hogy mi van, és mondtam, hát baromi jó, hogy a kis Jancsóval kivágtátok az Oscar-díjat belőle. Szóval mi miatt? Azért, hogy valahogy életben maradjon a főszereplő, engem elkezdtek kurvára kinyírni a filmből, kiaprítani, így aztán én se lettem, meg ő se. Uh-huh. Szóval ez egy marhaság volt, úgy, ahogy van, be kellett volna valamit vállalni ott, uh-huh. valami olyasmit, ami egy állásfoglalás. De akkor még úgy döntött a Kornél, hogy azt ránk bízza a nézőkre. Aha. És igen, az nem szokott jól elsülni, hogyha az ember azt mondja, hogy foglalj te állást innen. Na szóval mindezzel csak azt akartam mondani, hogy az összes hányattatás ellenére azért dolgozik néha, ugye? Hát megcsináltam ezeket a kis játékfilmeket, ezek rendben azért megnyerték a világon az összes fesztivált, nem miattam, hanem nagyon klassz fiatal emberek csinálták, abszolút, akik, hogy mondjam, akarják, hogy több közük legyen a filmhez, mint egyelőre. Ezek egyik része diplomafilm, a másik pedig tényleg első filmes vállalkozás, nagyon kevés pénzből, illetve nulla forintokból. És akkor mind a kettő itt ott amott. Ezek ahol. Melyikek? Az egyik a Végtelenben kettő. Igen, azt adjuk is. Igen, azt adjuk is. Igen, azt, igen. Igen. És akkor a másik pedig a Rododendron. Csak nem azt akarod mondani, hogy... Gondolat is, hikon kommunikálunk. Mi? Ne röhögtess. Nem látsz, nem hallasz, így nem lehet beszélgetni. Maximum elképzelni egy beszélgetést, ahhoz meg egyedül is elég van. Hazudsz! Nem hazudok! Én csak az emléked vagyok. Ha hazudok, az te képzeled a számba. Nem, ez képtelenség, ez őrület, hiszen minden áldott nap itt találkozunk. Rohatra, rojtosra fecsegjük a pofánkat politikáról, aztán elmenjünk sakkozni, az öregasszonyokkal vacsorázni. Mi ez? És mióta? Mióta nem vagy itt? Nem tudom, pontosan nem emlékszem, vagyis nem emlékszel. Akkor én most egyedül vagyok? Mint a kis ujjam. De így van, ez rendjén. A halál magányos dolog, én is egyedül haltam meg. Ha ott lettél volna, tudnál mindenről, de nem voltál ott. Nagyon sajnálom. Nem baj, nem számít. Így van, ez rendjén. Na de, feküdj most már. Én meg visszamegyek a kajáldába. Ott van a Margitka, ő is szívesen emlékszik vissza rám. Elég jó bringa. Na, jó itt. Nézd rá! Tehát, hogy akkor most is dolgozik. Van most valami? Van két ilyen fölkérés. Nem vagyok fölhatalmazva, de tehát annyit mondhatok, hogy az egyik a Frihauf, uh-huh. És a másik a Herendi. Úgyhogy uh-huh. mind a kettő olyan, hogy még a Frihaufot el sem olvastam, mert még nem írtam meg, csak beszéltünk róla, de indul. Tehát uh-huh. az is egy ilyen low budget história. És hát a Herendinél is egy ilyen elég csökkentett költségvetésű valami, legalábbis ami a színészeket... Igen. Most belevág. Uh-huh. Értem. Hát akkor ehhez nagyon sok sikert, és főleg köszönöm. Jó egészséget kívánok, köszönöm. És nagyon köszönöm, hogy eljött. Én is, kész csókom. Vigyázz, pupák, vigyázz! Jöjjön, mesterem, jöjjön!
Kaiser. Megengedjen, gróf Alex, kis prezent. Micsoda emberismeret, mert csak három éjjelig vagyok. Ez viszont tele van. Let's go.